Sziasztok! Itt vagyunk a Columbus Klímaértékesítő Kft-nél, és Szabolcs a meghívott szakértőnk. Gépészként, klíma és hőszivattyú szakemberként ismerünk téged, ugyebár. Igen, igyekszem ezekben a témákban segíteni. Örülünk. Milyen kérdések vannak ma? Na, hát van egy csomó kérdés. Kezdjük egy kicsit olyannal, hogy valakinek van már meglévő klímája, igen? És szeretné optimálisabban, ügyesebben használni. Ugye most a rezsidémon alatt szeretne mondjuk bele fűteni, vagy a hűtésre is jobban kihasználni. Tehát egy szó, mint száz, energiahatékonyabb akar lenni. Tegyük fel, hogy jó esetben van napeleme. Hogyan kezdenéd? Tehát sokan nem is tudják, hogy a klímájuk, a legeslegtöbb klíma már az elmúlt 10-15 évben szinte csak hőszivattyús módon is működtethető klímája van a falon, tehát fűteni is tud vele. Igaz, ezek még nem ezek a korszerű, akár fűtésre optimalizált klímák is, lehet, hogy csak éppen lehet velük fűteni. Ha ilyen klímánk van a falon, azt hogy lehet jól használni? Először is, hogyha bekapcsoljuk, előtte érdemes egy karbantartást csináltatni rajta, mint ahogy minden esetben. Ez egy átnézést és főleg a beltéri egység és kültéri egységnek a tisztítását kell, hogy jelentse, takarítását. Jelenti, a szakemberek elvégzik. De a saját szűrőjét a klímának különben bárki saját maga is kitakaríthatja. Nyilván minden eszközét, minden műszaki eszközét az ember tisztán tartja. Ja. Ezt ugye szezon előtt, mind a két szezon, tehát fűtési és hűtési szezon előtt érdemes ezt megcsinálni. Nyilván, amelyiket tényleg fűtésre is használjuk, azt évente legalább kétszer célszerű, mert hát annyi levegő megy át a belti egységen, hogy olyan sokat üzemel, hogy az üzemórák miatt ez szükséges. Értem. Autót is többet használjuk, többet kell karbantartani. Ja, de kérdezted, hogy an éri meg. Ha tudjuk fűtésre használni, de mondjuk egy régebbi kivitel, nem egy kimondottan fűtésre optimalizált klímánk van, akkor célszerű eddig a nulla fokig lemenni a hőmérsékletet, tehát a külső levegő hőmérséklet elnézést az nulla fokig, hogyha lehűl, addig ezek biztosan nagyon jó hatékonysággal tudnak fűteni. Az alatt már az adott típus határozza meg, hogy milyen külső hőmérsékletig célszerű vele dolgozni. Ez a hatékonyság ugye ez az, hogy mennyi kilovattórát, tehát mennyi áramot vesz föl, és értelemszerűen mostani árak szerint azzal is szeretnénk spórolni, ugyebár. Igen, viszont ennek a korábban is beszéltünk már róla, hogy az energiát, azt a külső, az elsődleges energia az a külső levegőből nyerik ezek a klímák, tehát annak a hőenergiáját hozzuk be a helységbe. És ennek a szállítására, ennek a hőszivattyúzására használjuk az elektromos energiát. Ha ezt napelemmel gyártjuk le, amit az általatok telepítettek esetében nagyon gyakran így van, akkor nyilván az egy ingyenes első energiaforrás, de jóval kevesebbet fogyaszt. Így kell elképzelni, 1 kWh elektromos energiából 4 kWh fűtési energiát, nyilván most átlagban egy nem konkrét berendezésről, de körülbelül ennyit tudnak ezek a modern készülékek. És a tippek, tehát ott van a távirányítója, mit csináljon, hogy használja? Nagyon gyorsan tudja felfűteni a helységet, jóval gyorsabban, mint mondjuk egy padlófűtés, vagy egy, hiszen ez közvetlenül a levegőt fűti. Tehát nagyon gyors, nem kell sokkal előbb kapcsolni, mint amennyikor a Mint amikor szeretnénk az adott helységet. Ez az egyik. A másik bekapcsolja, a gépek ezek modernek, teszik a dolgukat, mérik a hőmérsékletet, amikor elérik az adott hőmérsékletet, mindegyikbe van termosztát, mindegyik az alapján kapcsol ki. Annak ellenére, hogy látom, hogy pörög a ventilátora és nyitva van, nem biztos, hogy a kompresszor megy, nem fogyaszt annyit, nem kell azon izgulni. Ha nincs szükség, ő teszi a dolgát és nem fog fogyasztani. Úgyhogy nyugodtan bekapcsoljuk, használjuk és működnek. Értem, ez jól hangzik. Vagy wifi-n már előhűtjük, előfűtjük a szobát, az adott helyiséget, ez is szerintem jó. Igen, a moderneknél már célszerű erre is figyelni, hogy amelyik berendezés wifivel vezérelhető, ott ugye látjuk, lekérhetjük az adatokat, távolról tudjuk bekapcsolni, kikapcsolni, úgy tudjuk szabályozni az egészet. Nagyon jó, szuper. Korábbi videóinkban már beszéltünk arról, hogy hogyan érdemes klímát választani, de milyen konkrét típusok vannak, és mondjuk a márkákat hogyan értékelnéd? A klímaberendezéseknél is ugye vannak felső, középkategóriás berendezések. Általában azt szokták mondani, ugye itt a nagyon innovatívak és nagyon az újdonságokkal mindig a japán fejlesztők jönnek ki, tehát a japán gyártók, itt a Fujitsu, a Panasonic, a Daikin, Mitsubishi gyártók,
gyártók azok, akiknek a termékei a legfejlettebbek, vagy a leges legtöbb újdonságot tartalmazzák. Őket szoktuk top kategóriának említeni, és hát a középkategóriában viszont nagyon sok követőjük van, akik viszont az összes funkcióval bírnak, sőt néha ugyanolyan áron akár több, nem akkora nagy márka névvel, itt a Fisher, az LG, a Gree márkák is. De ezek is igazából felső-közép kategóriásak is lehetnek. Minden funkciót van. Hány évig bírják, mondjuk ha rendesen karban tartjuk őket, milyen garanciaidőkkel számoljunk? Fűtés esetében ugye ott teljes évben megy, tehát az üzemóra az jóval hosszabb, három év garancia az az alap gyakorlatilag mindegyik ilyen berendezésénél, és innen még följebb. Akár lehet följebb is menni. Nyilván ez használat, karbantartás és egyéb tényezőktől függ, de a valóságos üzemidejük azok 10-15 évig simán el tudnak működni egy-egy ilyen split klíma berendezés, amelyik jól föl van szerelve, és odafigyelünk rá, ez olyan, mint a bármelyik műszaki eszköz, amit karban tartunk, amire figyelünk, és egyszer jól föl lett szerelve, az jól fog működni ennyi ideig. Jó, nézzük át a típusokat egy kicsit. Ugye mi főleg Fisherrel és Fujitsuval foglalkozunk. Milyen típusok vannak, melyiket válaszza mondjuk egy átlagos családi ház, nyilván először, alapján döntsön? Először beszéltünk ugye a teljesítményről, az, az egy elég két és feles, 3,5 kilovattos, ugye ez a helység méretétől, a fűtési vagy hűtési igénytől függ, ezt kiszámoljuk. Utána lehet a típusokról beszélni, mennyire számít a design, mennyire a funkció, mennyire akarunk fűtésre dolgozni az adott klímaberendezéssel. Ugye itt kell a fűtésre optimalizáltat választani. Mivel tud többet a fűtésre optimalizált? Van két-három plusz funkciója, ugye? Hát a funkciók tekintetében először is hosszabb, vagy sokkal több üzemórára van méretezve, hiszen egész évben megy, nyáron hűt, télen egész télen fűt, a másik oldalon pedig sokkal jobb hatékonysággal tud fűteni. Ez, ez a lényeg a fűtésre optimalizált klímáknak. És a leolvasztás, vagy még... Hát ez már egy szakmai kérdés, igen, ez mi is az a leolvasztás. A leolvasztás az egy akkor történik, úgy képzeljük el, amikor a kültéri egységből lecsapódik a pára a kültéri egységen, majd mivel kint már mínusz van, és télen is akarunk vele fűteni, ez ráfagy. Ez ráfagy a kültérinek a hőcserélőjére. És mivel ez egy jeget képez, ugye nem tud átmenni rajta a levegő, ezt kell leolvasztani róla. Ez egy funkciója a klímaberendezésnek. Ilyenkor szoktuk azt látni, amikor hirtelen leolvaszt, és ilyen gőzfelhő csap föl a kültéri egységből, és le is folyik róla a csepp víz. Ezt milyen hatékonysággal és hány fokig tudja ellátni? Ezeket tudják a fűtésre optimalizált klímák nagyon jó hatékonysággal gyorsan és jól csinálni. Ki tud belőlük folyni, nem fagy beléjük a csepp víz, meg ezek a funkciók. Erre nagyon kell szuper. Figyelni. Jó. Milyen termékek vannak, ezt csak röviden, még. Igen. Ugye az, mondjuk a Fishernél a belépő szint az a Summer modell, a neve is mondja, hogy az elsősorban hűtéses Summer, tehát nyári üzemmódra célszerű választani. Ez is tud fűteni, nyilván wifi ebben is van, és távolról vezérelhető. Ez leginkább akkor, hogyha az elsődleges szempont a hűtés, és rá akarunk segíteni a fűtésre, az előbb említett akár nulla arra is jó, egy kicsit temperálni? Nulla fokig, konkrétan a Summer modell az mínusz 5 fokig teljesen, mínusz 5, mínusz 10 fokig teljesen jól tud fűteni is, de nem erre van optimalizálva elsősorban. Mi van e fölött? A Comfort Plus modell az pedig már kimondottan fűtésre optimalizált. Ott nagyon odafigyeltek erre a leolvasztási funkcióra, wifi-ről, távolról vezérelhető. Nagyon, érzem, könnyen, nagyon könnyen karbantartható berendezésről van szó, és sőt van egy öntisztító funkciója is, amelyikkel a beltéri egységnek a tisztító karbantartását is elvégzi. Na, ez nagyon, nagyon szuper. Úgy érzem, igen, hogy ez szólít meg a legnagyobb közönséget. Így van, és hát ez e felett pedig még két modell létezik a Fisher oldalfaliaknál. Az egyik az a Nordic, a nevében is adódik, hogy ez kimondottan a fűtéses modell, mínusz 30 fokig. Van rajta, mögötted pont egy ilyen beltéri egység van. Van rajta egy nagy mozgásérzékelő szem, amelyik, hogyha a helységben mozgást érzékel, feljebb veszi a teljesítményt. Vagy a design modellek, ugye az árt, amikor valaki a nappaliának a
díszeként is tekint rá, és akkor egy ilyen tükrösebb, vagy egy más színű berendezést szeretne, ugye az Art Model család. És Fujitsuban ugyanezek a kategóriák körülbelül leképezhetők? Általában minden márkában megvannak. Pont ebben is a gyengébb márkák, vagy az eredeti márkáknál nincsen meg a teljes modellválaszték. Nyilván Fujitsuban mindegyik létezik. A belépő modell, ez a KPCA-nak nevezett Eco sorozat, ez ugye a Summernek a megfelelője, vagy a e fölött ugye a CP-vel párhuzamosan a már fűtésre is teljes mértékben használható KMCL modell. Micsoda nevek? Igen, ezeknél hát standard valójában a neve, bevallom, ez már ilyen belső, mi hívjuk KMCL modellnek, amúgy ez a betűjel, de ez a standard modell, és e felett van a Fujitsunak is nagyon szép dizájngépe, annak nagyon jó a fűtéses hatékonysága is. A Wi-Fi ezeknél stickes, tehát annyi a csatlakoztatása és a telepítése, hogy egy USB sticket kell, és mobilakról működik, igen. Jó, ezek nagyon hasznosak, azért úgy érzem, hogy segítettünk választani, megalapozottabb döntést hozni, és azért a konklúzió szerintem az, hogy érdemes rendesen karban tartani, jól kiválasztani a telepítő céget, az elején esetleg egy kicsit drágább modellt választani, hogy hosszabb távon jól működjön, és most már ne féljünk klímával fűteni, és nyugodtan az energiahatékonyság szempontjából szerintem napelemmel együtt egy gázfűtést akár ki tud váltani. Abszolút, ezt már az elején is kérdezted, és beszéltünk róla, teljes mértékben ezek fűtéses egységek, ezekkel lehet fűteni. Jó, köszönöm Szabolcs, örülök, hogy itt voltunk. Én is köszönöm a látogatást.